Csá, sziasztok! Eljöttünk egy kicsit horgászni, már rég horgásztunk. Egyébként, ha tetszik a videó, nyomjatok egy lájkot. Jöhetnek a kommentek is. Mi tetszik, mi nem tetszik. Stb. Szóval úgy hallottuk, hogy egy szörny tanyázik ebbe a folyóban. Egy ilyen Grayling Wrestler szörny. Úgyhogy itt már előzőleg megszereztük ezt a Dark Hornworld Fiber Line-t, amit fel kell szerelni a botra. És ki kell fogni ezt a szörny halat, ami egy Grayling. De megnézzük, hogy erre ezt mivel kell kifogni. És azt írja róla, hogy ezt a legsötétebb és a leg hát terrifying fish, ijesztőbb halat csak ezzel a speciális zsineggel lehet kifogni. Na és nem csak ezt a vízi ökoszisztémát fogjuk megmenteni ettől az ördöghaltól, de egy igazi hát segítséget nyújtunk a tudományos életben, hogy hozzájárunk a tudományos élethez is. És azt mondja, hogy a szikláknál kell próbálkozni és mindenféle csalival, amit a Grayling szeret. Hát akkor nézzük meg, hogy mi is az, amit a Grayling szeret. Crickets, grasshoppers, mayfline, tojás, nem tudom mi. Narrow spoon. Erre mi kis botunkra felrakjuk ezt a... Nem vágjuk el, hanem így ráteszük ezt a 150 méternyit. És... Azt hiszem, hogy az narrow spoon van rajta most éppen. Így van. És a szikláknál kell... Szikla, de hol vannak itt sziklák? Ide lentre bepróbálkozunk. Esetleg nem-e? Ott, mintha valamik lennének. Meg ott is vannak valami. Mintha azok ott kövek lennének. Na, ezek már itt ilyen inkább néznek ki szikláknak. Aha. Na jó, hát akkor itt fogunk egy kicsikét próbálkozni. Hoppá! Aj, ezt elszakította. Azt az anyja mindenit. Hát hogy volt nekünk beállítva az a bot? Ez valahogy nagyon nem jó volt beállítva. Na mindegy. Van még belőle.
Viszont ezt nagyon vissza kell venni. Valami nagyon nagy kapta el. Úgy néz ki, ez a zsineg nem nagyon bírja a gyűrődést. Ohó, valami viszi a... Bár ezzel nem is fogjuk tudni kifogni, ugye, mert ez csak ezzel az egyfajta zsineggel lehet. Úgyhogy erre kár is. Na, hát legalább fogtunk valamit. Valami elkapta. Jó, ez most már nem fog elmenni. Nem fog elszakítani a zsineget. Hát ez nekünk be volt állítva, bot, ugye? Ha nem tudom mire. A zsinegre, ami viszonylag erős volt, úgyhogy bírta a strapát, és aztán csak kicseréltük. Ez meg nem bírta a gyűrődést. Ó, ez majdnem elugrott. De megfogtuk. De szerintem ez is csak egy sima... Ah, igen. Ez nem lesz szörnyhal. Egy sima pisztráng lesz. Hát ez nem néz ki szörnyhalnak. Ugye mondtam, nem baj. Ez legalább a pénzt hozza. Szikláknál. Hol próbálkozunk még a szikláknál? Emnél a sziklaknak kell egyáltalán, vagy? Egy másfajta szikláknál? Máshol? Lehet, hogy nem ártana utána olvasni ennek a Greylinnek, hogy... Hol szeret tanyázni? Illetve, hogy mekkora ez a hal, nem egy túl nagy ez a... Ez a horog neki. Az is lehet, hogy túl nagy a horog, és nem kap rá. Igen, ezek nem nagyon. Nem nagyon nőnek meg 50 centinél nagyobbra. Úgyhogy mi ezzel a... 1/0-as horoggal nem fogjuk kifogni. Hanem ezt a nírót fogjuk... Egy kicsikét... Erre visszarakjuk a... nem is tudom itt... ezt a flórot. Igen, ezt visszarakjuk rá. És akkor a Néróra pedig rárakjuk... ezt az ilyen tuti... a 2,7 kilóra, ott írja is. Hogy ebből is majd vissza kell vennünk. Hogy nagy elszakadjon. Na jó. És akkor... Hát dobjuk be ide a szikla közel. És akkor várunk is, meglátjuk, hogy mi lesz. Nincsen kapás, azt kell, hogy mondjam. De még csak nem is mozgatja a csalit, úgyhogy megpróbálunk oda felnyergálni azokhoz a másik sziklákhoz. Ott is láttam ilyen
kő darabokat. Valamiket a vízben, úgyhogy hát ha ott nagyobb szerencsével járunk. Hát itt nem, de ott, mint hogyha lennének itt is ilyen cikladarabok. Aha, lehet, hogy ez lesz az a hely. Lehet, hogy ez lesz itt az a hely, csak ide nem tudunk, hogy átjönni. Úgyhogy, hát nem is tudom. És megpróbálom csak ide dobni. Igazából, hogy egy csónakkal kellett volna, kajakkal kellett volna lejönni, de hát nagyon messze van. Annyit evezni. Oda be kéne valahogy dobni. Szerintem itt nem lesznek a part közelében. Csak meg sem mozdítja. Na mindegy, hát akkor itt próbálkozunk egy kicsikét, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ó, kapás van, kapás van. Ó, kapás van. És valami fekete. Az ott egy fekete. Lehet, hogy meg is csíptük? Eléggé harcol, küzd az életét. Nagyon fekete ő lesz az, szerintem. Szerintem meg lesz. Nagyon harcol, küzd, te. Okosabbak vagyunk, lévünk a partra így, hogy... És ki is fárasszuk. Ez megint elment egy kicsit. Nem ment messzire, nem ment messzire. Itt van, meg lesz ez. Futunk utána. Ide gyere, nézd is, megyed elfelé. Ez nem akar közelebb jönni, hiába. Na jó, akkor megállok, akkor hátrafelé húzzuk, hátha. Akkor jobb lesz. De nem akar, nem akar. Nagyon küzd, és igen, ez a szörny lesz. Elkaptuk, elkaptuk egyre. Az első dobásra egyből megvan. Csak ki kell verekedni itt a partra valahogy. Nem akarok még jobban húzni az orsón, erősebbre, mert félek, hogy elszakad a zsinek. Közelebb jött, már ez közelebb jött. 8 méter, megint eltávolodik. Megint elfelé megyen. Itt egy gyerek közelebb. A végén beakad majd valami sziklába itt a zsineg is. Az lesz a vesztünk. Próbálom ki így lejönni a tisztábra. Ne akadályozza minket a szikla. Ó, ekkor átugrott. Gyere, gyere, szörnyike! Nem is néz ki olyan vészesen ez a hal. Mindenhogy leírták. Na, gyere csak ide szépen! Hoppá! Megvan, megvan! Micsoda piros szeme van. És hogy pörök? Nézd, hogy pörök!
Na, állj le. Ez egy tiszta szép hal, jól néz ki. A szeme kicsit ijesztő. Egy kis fény belevilágít, akkor tisztára pirosan. És lefényképezzük ezt a szörny halat. Ejha. Tudnánk egy kicsikét. Egy 81 és fél centis, majd 5 kilós ficánkolós halat fogtunk. Ami nem rossz, szerintem. Egész szép. De nem áll meg egy pillanatra se. Hogy le tudnánk fényképezni. ...930 dodót ér. Na, szóval... ...megszabadítottuk... ...a folyót ettől a szörnytől. Megkaptuk érte jutalmat, és most már biztonságos... ...a fürdőzés. Na. Legközelebb megint jövünk majd valami szörnyhallal, ha kapunk valami híreket valahonnan. Addig is jó, sziasztok! Csá!